Nemrégiben jelent meg egy könyved. Miről szól? És hogyan jött az ötlet, hogy pont arról írjál, amiről írtál? Először is szeretném leszögezni, hogy ez egy társszerzős munka, csak hogy a társszerző mi Budapesten él, ezért nem tud most jelen lenni. A Fiumei kereskedelmi tengerészet történetéről írtunk. Ez egy nagyon-nagyon virágzó iparág volt 150 évvel ezelőtt és úgy gondoltuk, hogy ennek ideje lenne emléket állítani, már csak azért is, mert ahogy a könyv címében is jelezzük, ez az időszak 1868-ban kezdődött, és 1918-ban záródott le, tehát kereken 150 évvel ezelőtt kezdődött el, és kereken 100 évvel ezelőtt záródott le és azért hosszú út vezetett el ennek a könyvnek az elkészüléséhez. Szerzőtársam Zsigmond Gábor a Közlekedési Múzeum igazgatóhelyettese, ő 15 éve kutat fiuméban, én csak 8 éve kutatok fiumében, és amikor megismertek egymást pár éve, akkor összeraktuk a kutatási eredményeinket, és és eldöntöttük, hogy majd valamikor, ha lesz rá pénzünk, akkor írunk egy ilyen könyvet. Miért kezdtél el kutatni fiumében? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Több variáció is van erre. A szárazabb az az, hogy édesapám már kutatta fiúménak az oktatás történetét, és olyan könyveket szerzett be családi könyvtárnak, ami nincsen meg a nagy magyar könyvtáraknak sem. Így amikor engem itt a közgázon Kaposi tanár úr elindította az otd kázás irányába, akkor adta magát az ötlet, hogy akkor fiumét válasszam, és akkor szépen lassan az ember rátalált a hajózásra, amit még nem kutatott senki előttem, és akkor ott ragadt. Viszont van ennek egy másik variációja is, amire azt lehetne mondani, hogy a sors engem ide irányított, hiszen én mindig is a történelem iránt érdeklődtem, azon belül is a gazdaság történet iránt, gimnáziumban olasz nyelvet tanultam, és a filmei iratok elolvasásához az olasz nyelvre volt szükség. Úgyhogy mondhatjuk azt, hogy a, az én életemnek az a hivatása, hogy fiúmét kutassam. Előttünk van egy díj. Mi a kapcsolat a díj és a könyv között? Ez a díj a Prosciencia aranyére. Ezt két évente három darab közgazdász kaphatja meg, ezt az OTDK első helyezettek pályázhatják meg, nem csak közgázon belül, minden tudományágon belül. És amikor ezt a díjat tavaly elnyertem, akkor szedtem össze a bátorságomat, hogy megpályázzak egy állami támogatást ennek a könyvnek a megírására, amelyet sikeresen elnyertünk, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával így megjelenhetett idén ez a könyv. Kicsit beszélj nekem a könyvről. Mit foglal magában pontosan? A könyv tulajdonképpen három részre tagolható. Az első harmada a könyvnek, az egy történelmi bevezető, elmeséli, hogy a középkortól kezdve milyen magyar-horvát és magyar egyáltalán tengermelléki kapcsolatok jöttek létre. A könyv második fele, az konkrétan a fiumei iparnak, a kikötőépítésnek, a vasútépítésnek a, a, a fejezete. Itt tudni kell azt, hogy Fiume az egy elhagyatott kis, mondhatni halászvároska volt, és a magyar állam ö, nagyjából 90 millió koronát ölt bele. Ez a korona, ez egy nehezen megfogható szám, ez körülbelül ma egy giga beruházásnak tekinthető, talán mondjuk egy paksi beruházással lehetne összehasonlítani. Tehát nagyon-nagyon sok pénzt költött az állam egy modern kikötő kiépítésére. És a könyvnek a lényegi része nagyjából úgy a maradék egyharmad fele, az az államilag támogatott hajózásról és a piaci alapú szabad hajózásról szól, bemutatja ezeket a vállalatokat, merre jártak ezek a hajók, mit szállítottak, milyen mennyiségben szállítottak. Majd a könyv zárásaként még sikerült beraknunk egy fejezetet az első világháborúról, mi történt ott ezekkel a hajókkal, és utána mi lett a sorsa. Mi a terved a jövőre nézve, várhatunk tőled még hasonló könyveket? Igen, a szerzőtársammal már most kettő könyvön gondolkodunk. Az egyik az a, a boríton is látható hajó tulajdonosának, az Adria Tengerhajózási Társaságnak egy, egy nagy monográfiája lenne. Egy másik könyvtervünk pedig egy album lenne arról, hogy ezek a hajók hova jártak, milyen kikötőket érintettek, milyen fontos árukat szállítottak oda. Illetve még van egy harmadik tervünk is, ami azt mondaná, hogy ezt a könyvet egy sorozat indítójának szánjuk, és szeretnénk megnézni, hogy a két világháború között hogyan fejlődött a magyar kereskedelmi tengerészet, illetve hogyan alakult ez tovább a, a, az elmúlt 70 évben, tehát a második világháborútól napjainkig tartó időszakban. Köszönöm szépen! Mi további jó munkát kívánunk neked, és gratulálunk mindenhez! Köszönöm szépen!